A karácsonyban ugye az alkatomból kifejezőleg igazából én a kajálást szeretem, szóval így anyukám nagyon jól fő szerencsére, most már a család többi tagja is becsatlakozott ebbe a sütésfőzésbe, és egész jó, sőt nagyon jó kajákat tudunk csinálni. Ezeket végigkóstolni, még egyszer végigkóstolni, abból még többet enni, ez egy nagyon jó kis szokás, kötőjükkel beszélgetni, filmet nézni, utána megint enni. Igazából nekem a karácsony, most ugye már abban a korban vagyok, hogy ez az ajándékozás már nem ez a, hogy most kapok egy ajándékos úristen, akkor most mi történik, hanem inkább erről a családi programról szól, és ezt nagyon élvezem. Hát én nagyon szeretem azt, hogy a családommal lehetek, hát ez egy olyan időszak, hogy tényleg csak az van központban, hogy ünnepelünk, és az együtt töltött perceket megpróbáljuk maximálisan kihasználni. A karácsonyban? Hát igazából a pihenőt szeretem abban a legjobban, ugye nekem elég sok ideig ez a vizsgai időszakot jelentette, most már szerencsére nem. De az is biztos, hogy nem csak a pihenőből fog állni ez a karácsonyi időszak, hanem kemény edzésekből is. Szükségünk van arra, hogy megalapozzuk a tavaszi szezonra az erőlétünket, úgyhogy én azt hiszem, hogy a két ünnep között belecsapunk a lecsóba. Kifejezetten nincs olyan étel, amit nagyon várok a karácsonyból. Én inkább a hangulatát szeretem nagyon. Mi nagyon családcentrikusak vagyunk, ezért ilyenkor mindig összegyűlünk, 3 napig a családdal találkozunk. Ezt nagyon élvezem, természetesen eszünk is közben. De úgy érzem, hogy jól tudom kezelni a karácsonyi nagy étkezéseket, és nem szokott ebből olyan nagy problémám lenni később. Én a karácsonyt szeretem a legjobban különben az egész évbe, azt várom, mindig veszek hatalmas fákat. Két is vettem akkora fát, hogy ugye össze van tekerve mindig, amikor megveszed, és mondtam, hogy nagyon szeretnék, oké, hazavittem. Leked vál belőle a tetejéből 1 métert, oké, az még le lehet belőle vágni 1 métert, oké. És akkor ott a srácok is, elvágom a kötelet, és akkora volt a fenyőfa, akkor van terebélyes volt, ezüst fenyő volt, nagyon nehéz volt, akkor már tudtam, hogy gáz lesz, már éreztem, hogy valami nem is fog stimmelni. A fél szobát elfoglalta, olyan akkora volt, tehát nem lehetett rányomni a falra, mert olyan erős volt az ága, hogy egyszerűen túl nagy volt, túl nagyot vettem. Le is fotóztam még annak idején, de nagyon szép volt. Tehát én szerettem, nem szeretem a műfenyőket, amiket itt árulnak, hogy sok-sok ember azt veszi meg, az attól irtózok. Tehát sok mű dolog van az életben, a kaja is minden mű már lassan, a fenyőfa az legyen igazi, egyéb egyszer annyit megérdemel az év, lehet mondani még maga a karácsony ünnepe, hogy vegyünk igazi fenyőfát és díszítsük föl, és a család legyen együtt, ez a lényeg. Az, hogy most ki mit kap ajándékot, kicsit nagyot, az teljesen az mindegy, az nem számít. Egy számít, a család legyen együtt, és ünnepeljük együtt a karácsonyt. Csak a Honvéd.